A beszélgetés indításánon arra kérnék mindenkit, hogy egy olyan 3-5 percben mutatkozzon be, és egy kicsit mondjon magáról néhány szót. Zsuzsa, kezd, kérlek. Gaga Zsuzsa vagyok, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézetében dolgozom. Ennek a Lelkipásztori Intézetnek a pasztorális területek a fő feladata. Ezen belül én 2 lelki gyakorlatos házat vezetek Nyíregyházán, illetve az ifjúság pasztorációban kaptam még feladatot egyházmegye szinten. Körülbelül 22 éves voltam, talán már az ifjúsági éveimnek a vége felé, amikor Budapestre kerültem Nyíregyházáról, és 20 évet itt éltem Budapesten. Kalászban dolgoztam, a 20 évemből 14 évet a hálóban, és 5 évvel ezelőtt, azon kevesek egyike vagyok, aki visszatért a szülőhelyére, Nyíregyházára. Amikor visszatértem Budapesten, rengeteg élményben volt részem, nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és amikor visszatértem 5 évvel ezelőtt, akkor azt éreztem, hogy na hát, amit itt tanultam, ott majd Nyíregyházán igazán kamatoztatni tudom, és hasznosítani. És akkor jött az első felismerés, hogy mennyire más a vidék, mint a főváros. Hogy hatalmas, hatalmas szakadék van. És hogy mind a kettőnknek, fővárosnak és vidéknek, nagyon-nagyon közelíteni kell egymás felé, de nem lehet ajtóstól berontani. Nagyon sok sebet szereztem ez alatt az 5 év alatt, nagyon sok tapasztalatot, és nagyon sok alázatos fő meghajtással kellett hozzáállnom dolgokhoz. Farkas László atya vagyok. 17 éve szolgálok papként Váci Egyházmegyében, és Algótarján volt az első szerelem. Ott voltam új misés. Aztán utána 4 évre Gödöllőre és Szadára kerültem káplánként. Ott volt az első tapasztalatom arról, hogy hogyan épül fel egy közösség, illetve egy ifjúsági közösség. Már a 4. év végére volt 10 segítőm, és mindig velük készítettük elő az alkalmakat, 3 korosztályban összesen 100 fiatal vett részt a pénteki ifiken. Úgyhogy kezdtük olyan 25 emberrel körülbelül. Nagyon nagy öröm volt itt Szecsődi Péter atyával együtt dolgozni, és látni az ő tapasztalatát, tanulni tőle. Utána már a 4. évben, a gödöllői 4. évben Bár Miklós püspök atya kinevezett ifjúsági referensnek, és a mi egyházmegyénkben Szegedi László atya 72 éves koráig vitte ezt a szolgálatot. Ifjúsági régiókba rendezte a fiatalokat, de már nagyon kérte, hogy ezt vegye át tőle valaki, és akkor ő javasolt a püspök atyának, hogy talán Farkas Laci. És udvarolt is nekem, hogy gyere, ez fontosabb, mint Róma, mert püspök atya akkor Rómába akart kiküldeni, tanulni, és úgy éreztem, hogy igazat mond, ez az ember igazat mond. És nem bántam meg, hogy akkor igent mondtam erre a bizalomra, felkérésre. És amikor átkerültem mellé, velem együtt kapott 72 évesen még 3 falut. Tápiósűj volt az övé, Tápiósápot is megkapta, Úrit és Gombát. Plébános helyettesként segítettem, és aztán elkezdtem így a régiókat járni, de kaptam egy új kinevezést, ami az országban egyedülálló, és talán érdekesség, hogy egyházmegyei ifjúsági lelkész körülhatárolt megbízatással. Ez azért egyedülálló, mert ez, hogy a referens, ilyen egyházi megbízatás igazából körülhatárolt kompetenciákkal nincsen. Lelkészként viszont világos volt, hogy 12-től 30 éves korú fiatalokat fogjam össze az egyházmegyében, és próbáljam őket regionális ifjúsági közösségekbe szervezni. A plébánosokat pedig segítsem abban, hogy helyi ifjúsági közösségek szülessenek, lehetőleg minden plébánián. Hát ez nagyon nagy feladat volt, úgyhogy 2 év alatt végiglátogattam az összes plébánost, és 2009-re sikerült újraindítani az azóta megszűnt régiós életet 1-2 régióban, ahol már a kifáradás jelei mutatkoztak, vagy ahol
ahol még egyáltalán nem volt ilyen régiós szerveződés, az Agyva mentén ott elindítottuk az Agyva menti Nagyboldogasszony közösséget. Mária művének tekintik a fiatalokat, és én is, ezeket a regionális ifjúsági közösségeket. És aztán talán még egy fontos pont, 2011. március, hogy volt egy ifjúság pasztorációs szakmai nap, meghívtuk az egyházmegyében az érdeklődőket, és azt gondoltuk, hát hogyha 30 ember eljön, akkor az már jó. És valami 140 ember ott volt. És egy imádságban elkértük az Úrtól, hogy most mindenki írja fel a papírjára azt, amire leginkább szüksége lenne az egyházmegye fiataljainak, és amit meg kellene tennünk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani őket. És érdekes módon utána ezeket a lapokat összesítettük, és a legtöbb lapon szerepelt az ifjúsági vezetőképző, és az, hogy valami, tehát olyan emberek kellenének, akik közösségeket tudnak létrehozni helyi szinten. És akkor megkerestem Püspök atyát ezzel a két ötlettel, hogy indítanánk egy egyházmegyei ifjúsági vezetőképzőt, és akkor elindult a kovászoló, ami egy 2 éves egyházmegyei ifjúsági vezetőképzés közösségszervező volt, illetve egy ilyen egészen elképesztő ötlettel álltam elé valakinek a tanácsára, hogy jó lenne minden régióban, 7 régió működött már akkor, egy munkatárs, akinek semmi más dolga nincs, mint hogy plébániai ifjúsági közösségeket szervez. Hát először én azt gondoltam, hogy kezdetnek az is nagy dolog lesz, hogyha egyetlen egyet kérek a püspök atyától, de hát azt mondta valaki, hogy hát aki keveset kér, az még abból is kevesebbet kap, kérje sokat. Úgyhogy beállítottam, hogy minden régióba kérnék egy embert, püspök atya. Van annyi lelkes önkéntesünk, de akik most már nem csak önkéntesként, hanem hivatásszerűen ezt a szolgálatot végzik. Mert azt látom, hogy a hitoktatóknak sokszor az iskolai hittanórák megtartásán túl nem marad energiájuk, vagy a csökkenő papi létszám miatt a papoknak nem marad energiájuk ahhoz, hogy az ifjúsági közösségi alkalmakat megtartsák. És akkor püspök atya azt mondta, hát ez egy nagyon jó ötlet. Választ ki az embereket, és akkor szólj. És akkor 6 munkatársal elindult az emberhalász ifjúsági misszió, akik ifjúsági közösségeket kezdtek el szervezni. Aztán elindult egy Mente média, van egy honlapunk a mente.hu, és ennek az önkéntes médiás csapata. És aztán még sok szép dolgot megéltünk, 10 év után pedig püspök atya áthelyezett 60-ba. Előtte még voltam Sűjsáp után Kosdon és Vácon, Monoron, és most pedig 2,5 éve 60-ban szolgálok az Újhatvani plébánián. Jó napot kívánok, Lökös Attila vagyok. Hát nem dolgoztam soha a kifével, de vannak olyan kollégáim, akik szintén tanodáznak hozzám hasonlóan, és ők hívtak. Annyi volt az egyházi kapcsolódásom az elmúlt 20 évben, hogy tanítottam a jezsuita Vomoszak kollégiumban, dolgoztam a Kolpinggal, sok-sok éven Ázzal, a megyei idős otthonokat újítottunk fel, EU-s pénzekből, Boldog Ceferino alapítvánnyal is. Én pápai gyerek vagyok, és képesítés nélkül tanítottam már gimnázium után, amit mindig csináltam is. Imádtam a testnevelés történelmet, és ez meghatározta nagyjából a falun levő 1 év tanítás, hogy mind a 2 irányból ismertem a gyerekeket, a partba ülve is, meg mozgás közben is. És aztán TF-et végeztem, történelmi szociológiát, és hát a történelem az ilyen hobbi maradt, de szociológusként és a pedagógusként így az esélyegyenlőség meg a gyerekek lett a közös metszet. És esélyszakértőként is dolgoztam sok éven át, de a tanod, amiért itt vagyok, az olyan 2004 óta van az életemben, és hát ami majd abban részletesen beszélünk, hogy nem csak ifjúság, meg ifjúságvédelem, hanem pedagógiai esélyegyenlőség sok minden egyben, de nem majd arról fogok mesélni. Jó? 2003 óta felnőtt képzéssel is foglalkozom, de a tanoda az egyik szerelmem. Köszönöm. Már a bemutatkozó sorokból is kiderült, hogy igazán izgalmas asztaltársaságba keveredtem.
Ez az eltelt 25 év kiválóan alkalmas arra, hogy egy kicsit a múltba nézzünk, ránézzünk a jelen történéseire, és azért vágyakat, álmokat és célokat fogalmazzunk meg a következő 25 és ki tudja hány évre előttünk, hogy az ifjúság képzésben mi történik, hogyan történik. Úgyhogy a következő kérdéskörben, most Attilától kezdenénk, tekintsünk arra vissza, hogy mi volt az első munkád, amikor ifjúsági területre keveredtél fel, tudod-e idézni ezeket a mozzanatokat? Hát tanoda volt, 2004 első EU-s pályázati kiírásban értékeltem. Még nem csináltam, de már értettem hozzá idézőjelben. Felelősség az volt, illetve utána monitoroztam 2 éven át az első, meg a másik EU-s kiírásban azt a 30 tanodát. És 2009-10-től elkezdtem megvalósítani és vezetni, azóta is működik Mezőcsáton, Dél-Borsodban egy tanodánk. Illetve Óbudán a Don Bosco fogadott be minket, ott 2 évig volt. Egy kis tanodánk sajnos megszűnt. És ami, hát az volt a tanoda, ami így az ifjúság nekem. Igaz, hogy csak 20% a tanodában járóknak a 14, a középiskolás korosztály. Azonban ugye nagyon hosszú távon gondolkodik egy tanoda általában. A múltja is már 20 éves. Ezért a felmenő rendszerben előbb-utóbb középiskolások lesznek, csak a lemorzsolódás miatt általában megmarad ezen a 15-20%-on, illetve sok tanoda csak kimondottan az általános iskolásokat célozza meg. Sokan kisiskolának hívták a tanodát, ugye nagyon nagy az elvárás a szülőknek a iskolák részéről, hogy a házi feladatokkal kezdjen, hogy javuljon az átlag, de sikerült az utóbbi években elvinni a tanodákat ebből a szemléletből és a köznevelési törvény hatálya alól, meg ebből az ágazatból. És jelenleg 2019. január 1-e óta a tanodák a gyermekvédelmi törvény alá tartoznak, és a jelzőrendszer és a gyermekvédelmi kerekasztal tagjai kötelező jelzési kötelezettséggel, illetve hát eddig is ugye informálisan tagjai voltunk, a gyerekekkel foglalkoztunk, de most van egy törvénykötelezettség. Illetve az EU-s kiírás, ami hektikus volt, ugye itt már elhangzott, hogy a KIFE is ezt minden nap tapasztalja, hogy nyerünk-e a következő EU-s kiírásba, illetve abban az 1-2 évben a két EU-s pályázat között hogy élünk meg, ez körülbelül 300 tanodának volt a gondja több mint 10 éven át, és most 200 tanoda kapott tartós állami finanszírozás 2019. január 1-től, tehát 2 fontos változás volt a tanodák életében. Kvázi intézményesültünk, tehát az a korábbi informális módszerek egy része formalizálódott, de az egy fontos változás, hogy ami a tanodák nagy részében amúgy is megvolt, most már elfogadtatott a támogató, finanszírozó állam részéről is, hogy nem kell átlagokat javítani. Egy nagyon erős paradox helyzetben lavíroztuk magunkat az évek alatt. Azt várt el a támogató, hogy a heti 4-6-8-12 órás foglalkozás után egy év alatt mondjuk x százalékkal nőjön a matek és a szövegértés kompetencia eredmény. Azt, amit ugye ezeknél a hátrányos helyzetű gyerekeknél nem tud elérni az iskola heti 30-40 órában egy egész tantestülettel. És ez az elvárás most megszűnt, és igazából oda tértünk vissza a KH-hoz, onnan elindultunk, hogy ez egy nagyon erős személyiségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, közösségfejlesztés alapú műfaj intézmény, ahol nagyon erősen a családokat nagyon aktívan bevonjuk, kötelező, olyan indikátoraink vannak, hogy családi napokat, nyílt napokat kell tartani, külső helyszínen kell rendezvényeket tartani. Hát igazából ezeknek a 50-60 szegben a roma, de hátrányos halmozott, hátrányos helyzetű gyerekeknek a tanoda próbálja pótolni a középosztálybeli hiányossággal, ami nekik nincs. Tehát az ő családjukban, amit nem kapnak meg, nincsen meg a szociális ágensek a környékünkön, a környezetükben, se a mikrokörnyezetben, azokat a tanoda próbálja átadni nekik a sok-sok évi közös munka során. Tehát élményadása, visszatérve az bemutatkozásomhoz, ugye az a pedagógia lényege, a fontális az egyáltalán nincs, az olyan egyéni és kiscsoportos fejlesztések során az élményalapú pedagógia, a kooperatív technikák, a külső helyszín, a kirándulások mellett a városban és a saját kis településen és a külső helyszíneken végzett
pedagógiai foglalkozások, tehát ez a lényeg a tanodáknak. Ugye különböző minőségben és szemléletben dolgozunk, van egy standard, egy tanoda standard, ami 12 oldal, ez igazából a váza a tanodák mindennapjainak, ezért mondtam, hogy egy kicsit formalizálva is van, de az nagyon szép és civil fenntartású, ami az egyházzal vonatkozik az indulásnál, Monokon volt például a Máltának az első tanodája, ami nagyon jó volt, még emlékszem, ellenőriztem is őket, ők fociba, cigány foci csapattal indultak, és úgy szocializáltak a gyerekeket, és nagyon szép eredményeket értek el. Ma már több mint 10% egyházi fenntartása 200 tanodának. Tehát reformátusok is 10 fölé mentek, Máltás azt hiszem 14 vagy 16 van, több plébánia is fenntart, görög katolikusok is, talán 4 vagy 5 fenntartású tanodájuk van, tehát nagyon szép fejlődés figyelhető meg, hogy az alapítvány egyesületi fenntartók mellett egyben a magasabb az egyházi szerepvállalás. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye az egyik legfiatalabb egyházmegye. 93-ban alakult a Kaposvári Egyházmegyével együtt, és előtte való évben, 92-ben nyíregyházi káplánunk, Felföldi László atyához kerültünk ifjúsági hittanra, 120-an jártunk az ifjúsági közösségbe, középiskolás korosztály. És már akkor éreztük, meg akkor hallottuk, hogy valószínű egy új egyházmegye fog alakulni, és Laci atya mindent elkövetett ahhoz azért, hogy ne csak egy ifjúsági közösség legyünk, hanem fejlődjünk is. Hát ebben az időben nekünk ez nem, tehát új dolog volt, hogy képzésekre járni, tehát milyen képzések, nem is ismertünk. És akkor elkezdtünk saját kis képzéseket elindítani. Az első ilyen képzésünk a vezércickány képzés volt. Az egyik fiatal atya bejött, körbenézett az első alkalom, és azt mondta, na ennyi vezércickányt egy helyen, tehát ez meg is adta rögtön, hogy mi legyen a nevünk. Aztán hajszolót végeztünk, a hajszoló ifjúsági vezetőképzés is az egyházmegyénkbe egy csoportot végigképeztek. Nem igazán azért mentünk el, mert azt mondták, hogy itt most önismeret lesz, hogy itt most ilyen szupervezetők lesznek. Egyetlen egy kulcsmondat volt, számítok rád. Ez volt az a mondat, amit kimondott az atya, hogy gyere, mert számítok rád. Hogy mi fog ott történni, nem tudom, egy dolog fontos, hogy rám számítanak. Elvégeztük ezeket a képzéseket. Hajszolón volt egy nagyon furcsa, akkor nem értettem, most már értem az érzést. Budapestről jöttek többen előadni, és egyik alkalommal az volt a téma, hogy ha túl sokan vagyunk egy ifjúsági közösségben, akkor hogyan kell fájdalommentesen ketté osztani a közösséget, és újabb közösséget elindítani, hogy tudjanak csatlakozni. És 25-en jártunk erre a képzésre, és mind a 25-en döbbenten néztünk, de főleg a vidékről érkező fiatalok. És akkor így körülbelül a nap felénél föltette egy kékilány, kék egy nagyon kis település nálunk, föltette a kezét, és azt mondta, hogy nekem ne azt tessék elmondani, hogyha 50-en vagyunk, hogy kell ketté osztani egy közösséget, azt kellene elmondani, hogy 3 cigány fiatalból hogy hozok létre egy közösséget. Mert nekem ez a problémám, nekem ezzel kell megküzdeni. Amikor 2015-ben visszakerültem az egyházmegyébe, én is ezzel a lendülettel indultam, hogy hát akkor 50 fős közösségek milyen szuper lesz. És akkor azzal szembesültem, hogy az egyházmegyében nincsenek fiatalok. Középiskolások, igen, a középiskolás korosztály ott van, de nincsen, az egyetemista korosztály eltűnt. Elmentek, vagy eljöttek Budapestre tanulni, Szegedre, Debrecenbe, és az egyházmegyénkben van, de amikor hétvégén találkozhatnánk velük, akkor nem látjuk őket. Rengetegen járnak a templomba nálunk, ez egy tászszékes egyház, nagyon-nagyon sok családos közösség, és az egyetem és a 18-25 év közötti korosztály teljesen hiányzik az egyházközségből. Nekünk a középiskolás korosztály van, akiknek a többséget, tehát akikkel mi
együtt tudunk dolgozni, és együtt tudunk gondolkodni, mindannyian, vagy legalábbis 90%-a katolikus középiskolába jár. Tehát a katolikus középiskolákban élnek a fiataljaink. És amikor hazamennek kollégiumban többnyire, és amikor hazamennek hétvégén, akkor családjaikkal, barátaikkal vannak. Nálunk az Egyházmegyében nincs ifjúsági közösség. Van 6-7, egész egyházmegye szinten. Amikor ezzel szembesültünk, akkor azon kellett gondolkodnunk, hogy tudunk-e ifjúsági vezetőképzőt elindítani az egyházmegyébe, közösségvezetőképzőt, mikor közösségek sincsenek, meg nehéz közösségeket szervezni. De valamit mégis el kell indítani, és ezek a kulcsszavak, hogy vezetőképző, ahol önismeretet, kommunikációt, konfliktuskezelést, közösségszervezést tanulhatsz, ezek azok a kulcsszavak, amire egy fiatalnak szüksége van. Mi tudtuk, hogy ezek mögött egyetlen egy mondat van, amit Krisztus kér tőlünk, hogy menjetek és tegyetek tanítványom már mindenkit a Földön. Tehát nekünk nem vezetőképzőt kell, hanem tanítványképzőt kell indítanunk. Csak ez nem vonzó, vagy ezt nem értik a fiatalok. És akkor azon gondolkodtunk, hogy tudunk-e egy olyan képzést indítani, ahol a kulcs szavakat, a vonzó szavakat megtöltjük egy tanítványképzéssel. És így indult el tavaly az evezők képzésünk, ahol nagyon nagy számokat gondoltunk, azt mondtuk, hogy milyen szuper, hogyha 25-en el tudják az egyházmegyéből végezni, 17-en jelentkeztek. És mindig számokban gondolkodunk, és egy kicsit megmondom őszintén, én is el voltam keseredve az elején, hogy hát nem tudunk 25 embert az egyházmegyéből. És amikor a 17 ember leült és elmondta, hogy milyen helyzetből, milyen plébániákról, milyen egyházi vezető háttérrel, milyen fiatalokkal dolgozik, akkor az első az volt, hogy hálát adtunk, hogy vagyunk 17-en az egyházmegyében, akik ezt nagyon fontosnak tartják. Ez az egy év arról szólt, hogy ezeket a fiatalokat megpróbáltuk tanítványokká tenni. Volt önkéntes képzés ez alatt az egy év alatt, tényleg volt konfliktuskezelő tréningünk, sok minden, de a végére, ami azt gondolom egy kulcsmondata volt az egyik fiatalnak, aki, ugye mi is a szabályokat, mindenki részt vegyen minden egyes alkalommal, egy évig tartson a képzés. Ha nem tud eljönni, legyen igazolása, hogy miért nem tudott. Elkezdtük így, aztán természetesen ez mindig lazult, mert mindig örültünk, hogyha újabbnál újabb emberek megjelentek. És az egyik fiatal az utolsó 2 hónapra tudott bekapcsolódni, és azt mondta, hogy ez a 2 hónap alatt ő azt élte meg, hogy ez az evezők, amit mi csináltunk itt egy évig, ez nem is egy képzés, hanem ez egy életforma. Egy olyan életforma, ahol megtanuljuk, hogy hogyan lehet közösségben élni, és hogyan lehet közösségi élményt átadni. Elvégeztük ezt a képzést, nem tudjuk, kit hova sodor az élet, voltak középiskolások közöttünk, valószínűleg elmennek egyetemre, családot fognak alapítani, kilépnek a csónakból egy-egy időre, de tudják, hogy ezt az életformát, ha elsajátítják, akkor bármikor visszaléphetnek abba a csónakba, mert az irányt tudják, a tempót tudják, és tudják, hogyha akik ott ülnek velük, és együtt húzzák az evezőt, akkor mire számíthatok a másiktól. És azt gondolom, hogy nekünk ennek a képzésnek ez volt a lényege, és mi ezt szeretnénk tovább vinni az egyházmegyében. Kérdezted, Katalina, első ilyen élményeket. Nekem Salgótarján jut eszembe, ahol újmisésként szolgáltam. Karácsonykor küldtem a képeslapot a családnak, hogy küldi az áldását a moszkvai pátriárka. Mert abban az időben
úgy nevezték Salgótarjánt, hogy a kis Moszkva. Tehát nagyon erős volt a kommunizmus az elmúlt évtizedekben, akkor már egy kicsit puhult. Tehát nekem ott olyan élményeim voltak, hogy reverendába kimentem az utcára, és akkor így viccből úgy gondolva, hogy most megtréfálják az atyát, ilyen tagba szakadt erős srácok megkergettek. Tehát, vagy hogy emberi ürülékkel kenték be a ajtón kilincsét. És akkor voltak olyan pontok, amikor sírtam. És végigjártam minden hét középiskolát, hogy én összeszedjek egy csoportot. Az egyik iskolába ketten jöttek össze, minden héten elmentem értük, azért a két emberért, mert ők számítanak. A másik csoportba olyanok jöttek, akikre én nem számítottam. Én nem tartoztam a vagány srácok közé a suliban soha. Inkább ilyen zárkózottabb fiú voltam, és mindig féltem a fiataloktól, hogy mit fog kezdeni ilyen vagány gyerekekkel. És az egyik gimnáziumból a legzsiványabbak jöttek el. És annyira élvezték, hogy karácsonyra még gyónni is eljöttek, még azok is, akik nem gyónhatnak, mindenki akar gyónni. Tehát, hogy valami személyeset akartak a paptól, vagy valamiképpen a Krisztustól. Tehát ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, és utána Gödöllőn már azzal a hittel érkeztem, hogy abból azért a kevésért is el kell menni, és hogy ők épp úgy számítanak. Tehát már Tarjánban nem lehetett én nagy számokról beszélni, de azzal az alázattal is, hogy hát én erre alkalmatlan vagyok erre a feladatra, hogy most rám bízza Péter atya a följövő 9-eseket, és hát gyorsan, akiket láttam, ilyen 18-20 közötti fiatalokat, elkaptam, hogy figyelj, segíts nekem, nagy bajban vagyok, fiatalokkal kéne foglalkozni, szükségem van rád, nem jönnél? És ez annyira, amit te is mondtál, Zsuzsa, hogy ez annyira megérintette őket, hogy szükségem van rád, hogy jöttek. És akkor kialakult először egy 3-4 fős csapat, akikkel előkészítettük az alkalmakat, és mindig a vasárnap esti mise után a következő alkalmat. És utána a fiatalok lettek a fiataloknak a kísérői, kis vezetői. És ezt a modellt utána, amikor egyházmegyei ifjúsági lelkész lettem, ezt örvendezve, visszaköszönve láttam, hogy igazából itt is ezt kell csinálni, hogy a fiatalokkal kell nekem foglalkozni, hogy ők legyenek majd jó csoportvezetők, jó segítők a kortársaik körében. Megvolt a múlt idézés, egy kicsit a jelenbe is tekintettünk. Nyilvánvalóan szerintem fontos része az is, hogy ez az út most akkor merre tart, ti merre tartotok ezen az úton, mire van szükségetek, mire van egyáltalán magának az ifjúsági szakmának szüksége erre. Kati elküldte ezt a kérdést, hogy milyen szuperképességek kellenek az ifjúság pasztorációjához, és hát mondtam neki, hogy nem baj, hogy én ezt nem tudom értelmezni, mert szerintem nekem, ha egyáltalán valami szuperképességem van, akkor az az, hogy nincs semmilyen szuperképességem. És az lepett meg, hogy pont ez kell az ifjúság pasztorációhoz. Tehát a fiataloktól én nagyon féltem, hogy fogok velük szót érteni, és azt látom, hogy egy dolog kell nekik, hogy én őszinte legyek. Ne akarjak olyannak látszani, amilyennek esetleg ők engem látni szeretnének, hanem én hiteles legyek, önmagam legyek. És hogy valóban azt a Krisztust találhassák meg, velem együtt kereshessék, akinek a hirdetője vagyok. És ez megdöbbentett, hogy ez mennyire toleránsak a fiatalok ilyen szempontból. Hogy nekik elég, ha szeretem őket. És elég, hogyha tapasztalatuk lehet az élő Jézusról. És ami miatt tényleg úgy érzem, hogy néha az, hogy sok mindenhez értünk, vagy úgy gondoljuk, hogy egy ifjúságpasztorátornak sok mindenhez kell értenie, ez a legnagyobb akadály. Mert aki elhiszi magáról, hogy sok mindenhez ért, akkor az úgy gondolja, hogy nincs is szüksége segítségre. És a fiatalokat pedig leginkább az motiválja, hogyha együtt
ők is tevékeny részei, alkotói, együttalkotói lehetnek annak a krisztusi közösségnek, amit Jézus egyháznak nevezett. Tehát amikor így a munkatársakat készítem föl, ilyen alapszabályokat szoktam elmondani akár a vezetőképzőben, hogy a legfontosabb szabály, hogy ne maradjon el alkalom. Mi is meglepődünk az egyházmegyében, hogy kikből lesznek jó vezetők, és sokszor az olyan szürke kisegereknek tartott fiatalokból lesznek igazán jó vezetők. Mert persze a vagányak közül is akad, csak néha a nagyon tehetséges gyerekek úgy gondolják, hogy ők többre hivatottak, és nem elég hűségesek. Amint jön egy jobb ajánlat az élettől, egy jobb lehetőség, akkor ő már azért a 5 fiatalért nem fog eljönni. Ő úgy gondolja, hogy most inkább karriert épít. Tehát az első szabály, hogy nem maradjon el soha alkalom. Aztán a második ilyen szabály, ami szokott lenni, hogy mindig legyen imádság, tehát hogy Krisztusra irányuljon, mert ha csak pizzázás lesz az alkalom, akkor kiüresedik. Aztán a harmadik, hogy mindig legyen benne azért legalább egy mini tanítás, tehát hogy az egyház hitével, az evangéliummal találkozzanak az alkalmakon, és érezzék, hogy ez egy hitbeli közösség is, egy közös hit, ami összekapcsol bennünket. És hogy a kortársai körében tapasztalhassák meg az egyházat, mint a barátok megbízható közösségét, Benedek pápa fogalmazta így, hogy ez az egyházmegye közösségében is fontos, hogy ne záruljanak bele a saját kis közösségbe, hanem ezért próbáljuk ilyen regionális közösségekben meghívni, vagy az egyházmegyei nagy közösségbe őket. Hogy jusson a többieknek is idő. És azért lássuk be, hogy bár azt állítja Laci atya, hogy nincsenek szuperképességei, én azért most így kettőt is kihallottam, tehát az őszinteség és az, hogy érzi a másik ember, hogy szeretik azért. Szerintem ezek eléggé jó kis szuperképességek. Én megszavaznám, hogy ilyen is van. Hát erre a kérdésre én sem tudok válaszolni. Én azt gondolom, hogy amit Laci atya mondott, azt én is magamivá tudom tenni teljesen, hogy az őszinteség és az, hogy nagyon-nagyon fontos ez a fiatal. Abban a pillanatban ő a legfontosabb. Nem arra gondolok, hogy még van 10 másik munkaköröm, amiben dolgoznom kell, hanem akkor rád figyelek. Még egy picit az előzőhöz szeretnék visszanyúlni. Ugye mondtam, hogy nálunk középiskolások vannak többnyire, és azok a fiatalok, akik az egyházmegyénkben keresztény értékrend szerint élnek, keresztény családból jönnek, ezek 4 egyházi középiskolában vannak, ott tanulnak. 13 egyházi intézményünk van, 4 középiskola és 9 általános iskola. A 9 általános iskola szinte 1-től 1-ig mind hátrányos helyzetű településeken van, ahol megmentették az iskolát azzal, hogy az egyház átvette. Nem könnyű. Azt gondolom, akik ott tanulnak és akik ott dolgoznak, senkinek az élete. Nagyon sokan nem akartak egyházi középiskolá vagy egyházi iskolába járni. Ezt adta a sors, de nagyon szépen beleállnak. Ugye van egy olyan elvárása, és a püspökatyának teljesen joggal, hogy ezek az egyházi intézményekben egy évben legalább egyszer lelkigyakorlaton vegyenek részt a fiatalok, a középiskolások 3 napos lelkigyakorlaton, az általános iskolások pedig 1 napos. Nem nagyon lehet ezt lelkigyakorlatnak nevezni, főleg egy 1 napos vagy félnapos ilyen napot. Mi elneveztük ezt zsongásoknak, mert azt szeretnénk, hogyha ezeken az alkalmakon kicsit ilyen zsongnánk, és valahogy bezsongnánk Krisztustól. És amikor egy-egy ilyen alkalomra püspök atya kérte, hogy menjünk ki az ifjúság pasztoráció egy általános iskolába, és szervezzünk valamit, akkor hirtelen meglepődtünk, hogy Máté Szalkán 500 gyerekkel kellett valamit kezdeni, hogy ez nem lehet fél napig kiállni és valamit mondani ott általános iskolásoknak. És azt gondoltuk, hogy a legjobban az egyházi középiskolásainkat tudnánk bevonni ebbe, hisz ők vannak itt, ővelük tudunk valamit dolgozni, együtt küzdeni. És elmentünk a középiskolába, és kértük a fiatalokat, hogy segítsenek, mert számítunk rájuk, és azok a fiatalok, azok a gyerekek is számítanak rájuk.
De elindult egy ilyen közös munka az egyházmegyében, hogy az egyházi középiskolásainkat fölkészítjük, egy réteget, fölkészítjük arra, hogy kimegyünk az általános iskolákba, és egy fél napot tartsunk ott valamit nekik. Ez ugye már kapásból egy képzés, mert nem lehet csak úgy kimenni 16-17 éves fiatalokkal, hogy csináljatok valamit. Tehát nagyon sokszor össze kell őket hívni, együtt kitalálni a témát, együtt kidolgozni, mint a bemutatót tartani, hogy azért tudjuk, hogy ő is, hogyha bemegy, maga biztosan menjen be, nem dobhatjuk be az oroszlán barlangjába, hogy csinálj valamit a fiatalokkal, hisz nem tudja, hogy mit tegyen velük. Egyik oldalról képezzük őket, a másik oldalról elmennek ezekbe az iskolákba, és büszkén állnak ki, hogy én Szent Imrés diák vagyok. Tehát van egy identitás. Képviseli az iskoláját. Harmadik pedig szembesül azzal, hogy de jó, hogy ő Szent Imrés diák, mert neki milyen szuper körülmények között lehet tanulnia, ellentétben azokkal a vidéki általános iskolákkal, ahol kimegy és ott van a gyerekek között, ott szembesül, hogy jó helyen van ő. Azt gondolom, hogy amikor ezekkel a fiatalokkal dolgozunk, a legfontosabb az, hogy őszinték vagyunk hozzájuk, bízunk bennük, és felelősséget adunk nekik. Ez nagyon régóta hallom ezt a mondatot, hogy felelősséget az tud venni, aki felelősséget kap. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos mondat, hogy akkor lesznek felelős fiataljaink, hogyha valóban merünk felelősséget adni nekik, de ebben segítjük őket, hogy nem csak úgy az oroszlán barlangjában, hanem tényleg odafigyelve rájuk kapják meg ezt a felelősséget. Hát amikor olvastam a listát, akkor hogy szuperképesség nincs, és inkább jelenlét jutott eszembe, hogy ugye egy nagyon ingerszegény környezet, ez legyen egy járásközpont, mint Mezőcsát, 5500 fős lakosság, ahol nincsenek közösségek, és délután, négy után már senki nincs az utcán, és a cigánytelepen még kevesebb az inger. Nagyon akarnak jönni, és az, hogy minden nap jöhetnek, és automatikusan eldobják az iskolatáskát a félúton, a suli után bemennek, elmennek ebédelni, és jönnek vissza, és tudják, hogy minden nap ott lehetnek, és jól érzik magukat, miközben ők egy szerződést írtak alá. Tehát egy nem kötelező, kettő bármikor kitehetők, ha nem tartják a házi rendet, a szabályokat, tehát van egy felelősség, és mégis jönnek, és ott vannak. A másik, ami szintén nem szuperképesség, hanem az egyik fókusz, hogy a csapattal, a mentorokkal, az oktatókkal, a szociális munkásainkkal a rendszeres foglalkozás. És ez nem csak a kiégés ellen, hanem a törődés, ugyanúgy azt a dinamikát játsszák le minden gyerekek, és ugyanúgy kell velük menni és foglalkozni, és itt nem csak a módszert, meg a szakmai képzésre gondolok, hanem sokkal fontosabb az emberi együttlét, a közösségfejlesztés. És ami most jutott eszembe, Laci atya, amit mondott, ha szuper képességem lenne, akkor valahogy azt vinném át a döntéshozók felé, hogy, és az ifjúsággal foglalkozók felé, hogy destruktív jogosultság. Van egy Böszörményi Nagy Iván nevű családterapeuta, idén lesz 100 éve, hogy született, külső vatom, 45 után emigrált. Azért tudom, mert tavaly egy éve végeztem a családterápiát el, és most már egy éve gyakorló családterapeuta vagyok. És ő lesz a fő téma a családterapeuták soros vándorgyűlésén idén április a Budapesten, nagy nemzetközi 1000 fős konferencián, itt lesz a felesége is. És ő neki volt egy olyan elmélete, és az a mottoja most a konferenciának, hogy csak azt tud adni, aki kapott is. Hogy az a destruktív jogosultság, amikor megfuttatnak, az nem az atyának szólt. Ők azt adták vissza, amit kaptak. És ugye két szintű, amit kaptak. Egy az, hogy a családból, amit kaptak. És többet él meg egy 14 éves cigány gyerek, mint mi egész életünkben. És az kapja a szüleitől, és generáció átvitt negatív, destruktív jogosultságok címén mindig adják tovább azt a sok rosszat, amit néha csak elképzelni se tudunk. Meg amit kapnak tőlünk, mert ő nem azt mondja, hogy a szüleitől kapta, hanem a felnőtt társadalomtól. És annak mi is a részesei vagyunk és a felelősei. Egy az, hogy hagyjuk, hogy ezt családon belül tehessék valahol, meg úgy is hagyjuk, mint döntéshozók, hogy az a 3000 betöltetlen pedagógus állás, ami ma van a köznevelésben,
annak a 90% a cigányiskolákban van, a perifériánban, ahol nem tudjuk betölteni a státuszt, és nem ugyanazt kapják tőlünk, a felnőtt társadalomtól, amit a középosztálybeli többi iskolába járó gyerekek. És az a destruktív jogosultság az ő szempontjukból, miközben ez ugye nem egy tudatos, hanem ez egy szép elmélet, amit megfogalmazott a Böszörményi Nagy Iván, azt kapjuk mi vissza. Mert nekünk se jár más, ha úgy vesszük, vagy nem tud mást adni, mert ő se kapott tőlünk. Nincs miből adni neki pozitív dolgot, mert nem kapott nagyon pozitív dolgot. Az ő puttonya minusszal van tele, és ha megnyitjuk a puttonyát, akkor abból a minuszok fognak kidőlni, és a destrukció. És ha én ilyen szemüvegen keresztül kezdek foglalkozni egy gyerekkel, akkor talán könnyebb a szeretet, ami feltétel nélküli elfogadás. Hogy nem feltételekkel közeledek hozzá, hanem feltételek nélkül. És ha ez megvan, az a bizalmi tőke, akkor lehet egy közös munkával talán elindulni, dolgozni. Köszönöm szépen. Ahogy említettem, hogy az utolsó részben szívesen megnyitnánk ezt az asztalt, úgyhogy ha bárkiben megfogalmazódott valamilyen kérdés, akkor itt a lemek lehetőség, hogy kérdezzen bármelyikünktől. Köszönöm szépen. Zöldini Szita Erzsébet vagyok. A határok érdekelnek, hogy nagyon sokszor azt halljuk, meg azt tapasztaljuk, hogy a mai gyerekeknek, a mai fiataloknak sokszor az a baja, hogy nincsenek határok, vagy elbizonytalanítja az, hogy nincsenek határok, hogy segíthetünk nekik azzal, ha biztos helyzetben határokat mutatunk. Mi erről a tisztelt résztvevők véleménye a kerekasztalnál? Hát a határtartások, ugye ez főleg a családból jön. Én azt gondolom, hogy a kereskedelmi médiákon felnőtt szülői nemzedék már nem olyan szülői nemzedék, ami az előző volt. És ez nem egy minőségi visszaesés, hanem a határok nem tartása, a szabadidő eltöltés, a tudatosság, a kapacitás hiány, vagy a mobiltelefon, az csak egy megjelenési forma, mindegy, hogy mit csinál de hogy nincs a figyelem a következetesség és a határok tartása, szerintem igen, az általános jelenség. De megint a jelenlétet és a tudatosságot gondolom szép pontként, hogyha van egy célom és tudatosan akarom foglalkozni, akár a saját gyerekemmel, vagy az ifjúságvédelembe a rám bizott felvállalt közösséggel, akkor a határtartások nem formalizáltan, nem az téve fókuszba, az hozza magával. Tehát a tudatosság és a következetesség és az én mintám, hogy én tudok határokat tartani. Persze ebben van az, hogy mennyire engedem közel magamhoz, sok mindenben van. Ez a személyiségünkbe hordozzuk, amit a családból hoztunk, de szerintem, ha már tudatosság van és egy céltudatosság, akkor ezzel nem lehet gond, hogy mi tudjuk a határokat tartani, és ha mi tudjuk, akik foglalkozunk velük, akkor a közösség is fogja tudni, a közösség tagja, a csoport tagja is tudják tartani a határokat. Egyetlen egy eset jut eszembe, amikor így haza kellett vinni egy gyereket az ifjúsági régiós táborból. De érdekes, hogy ez a 10 év alatt egyetlen egy, és hogy minden nyáron olyan 9-10 táborunk volt. És mindig az elején szoktam a határokat, a kereteket leszögezni velük, és utána kérem a hozzájárulásokat, hogy ki az, aki ezt elfogadja, hogy ezek szerint a játékszabályok szerint játszunk. És elmondom, hogy ha ezt nem sikerül megvalósítani, akkor sajnos ezzel az egy lehetőséggel tudunk élni, hogy haza kell, akkor vigyük az illetőt. És hát ez a srác nem vette komolyan, tehát bent akkor alkoholizáltak, meg majdnem fölgyújtották a sátrat a cigizéssel. Tehát voltak keretek, amiket ő nem vett komolyan, és úgy gondolt, hogy nem lesz következmény. És úgy gondolom, hogy ez mindig fájdalmas, én már nagyon megszenvedem, mert nekem mi a határtartással vannak személyes problémáim, a családi hátterem miatt, hogy nehéz határokat állítani, de összességében hosszú távon mindig jótékony hatással van a közösségre, hogyha ez világos, hogy ez most ezért történik, mert ugye tudjátok, ezt megbeszéltük, és ennek most ez a következménye. És például írtunk egy ilyen lelkiségi dokumentumot az ifjúsági régiók, és ott a fiatalok hozták be, hogy oké, ez a Máriás közösség vagyunk, ez nagyon szép, de hogy
kell ez a férfi principium is. És annyira örültem, hogy akkor megjelent benne ez a Szent József fi vonulat, hogy igen, vannak határok a közösségekben, mint ahogy Isten sem tud egyé válni például a hamissággal. Ez a női principium, hogy mindenkit elfogadunk, mindenkit szeretünk, minden másságot öleljünk magunkba, a liberalizmus is ezt követeli szinte a kereszténységtől, de így erejét veszíti a kereszténység. Mert kell ez a férfi principium, ami meg tudja törni a közösséget, nem akar egyé válni a hamissággal például, vagy a bűnnel. És Istenben is világos határok vannak. És amikor ezt így bele tudtuk fogalmazni, akkor ez mindenkinek egy ilyen felszabadulás volt, hogy igen, egyszerre kell befogadónak lenni, és egyszerre kell stabil határokat állítani, mert abban a biztonságban tudnak fejlődni a fiataljaink. Csak egy rövid gondolat. Azt gondolom, hogy sokszor beleesünk abba a hibába a katolikus egyházban, hogy ahhoz, hogy még többen jöjjenek, még több fiatal jól érezze magát közöttünk, akkor a határokat lehet tolni kifelé. Már nem is lényeg, hogy annyi ideig járjon felkészítőre, már a bűnöket pici apró hibákká törpítjük, mert hogyha ők se, akkor ki? Hova fognak tűnni akkor a fiataljaink? Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a határok, de nagyon figyelnünk kell, hogy nehogy megrögzötté tegyenek bennünket. Tehát egy kicsit a határok tartása és a rugalmasság. Hát nagyon-nagyon bölcsnek kell lenni, azt gondolom, hogy az arany középutat megtaláljuk, és hogy a szentlélekre nagyon figyelni. Mielőtt felteszem a kérdést, azért a Laci atya szuperképességeihez azt hozzátenném, hogy aki esetleg a szegedi stadionavatón látta a gólját, az láthatja, hogy milyen szuperképességei vannak a fradi öreg fiúk ellen. A kérdésem az lenne, hogy mit gondolnak a kerekasztalnak a résztvevői az internetnek a lehetőségeiről, mert én azt gondolom, hogy az Y-generáció végétől kezdve szinte elsődleges valósággá válik a fiatalok számára az interneten, virtuális valóságban töltött idő, hogy mit gondolnak ennek a missziójáról, mit gondolnak az internet lehetőségéről, amit az internet ad. Lehet-e virtuálisból valós közösséget formálni? Az a helyzet, hogy most igazán kedves leszek a kerekasztal résztvevőivel, gondolkodhatok egy kicsit. Mert hogy úgy érzem, hogy ez most nekem is szólhat. Bár nem állapodtunk meg, hogy bármelyik kérdésre én is válaszolnék, de hát mint internetbiztonsággal foglalkozó szakember, hát ez szerintem megkerülhetetlen. Én nagyon izgalmasnak és végtelenül nagy lehetőségnek látom azt, amit az internet ad. Abból a szempontból, hogy akár több ezer kilométerre lévő embereket is képes összehozni. Én a héten Luxemburgban megyek egy képzésre, és valami hihetetlen élmény, hogy bár személyesen még egy csomó mindenkivel nem találkoztam, akik ott fognak előadni, vagy résztvevők lesznek, de hogy az online kommunikáció révén már kialakult köztünk egy közösség. És hogy nagyon emberi és nagyon baráti hangvételben beszélünk már most egymással. És amikor tartok foglalkozásokat gyerekeknek, azt a csillogó tekintetet, ahogy tudnak mesélni például egy adott játékról, vagy egy közösségi alkalmazásról, így kell, hogy megfizethetetlen. Tehát arra nekem felnőttként nincs időm, hogy a nap 24 órájából mondjuk 3-4 órát azzal töltsek, hogy számítógépes játékokat próbáljak ki. Nagyon jó lenne. Már hogy egy-kettő jót hallottam. De egy 45 perces foglalkozás keretében a gyerekek ezt el tudják mondani, úgy, hogy közben egyébként információt cserélünk, és én is elmondom, amit egyébként erről gondolok. A gyerekek élnek egy új világban, ugye azt mondják, hogy mindenki biztos bele van feledkezve a kütyüjébe, csak már cseten beszélnek, és nem. Egy kutató, ha időt és energiát szán erre a folyamatra, akkor igenis szembe találja magát azzal, hogy a fiataloknak ez egy közvetítő csatorna. Például egy messenger üzenetbe be tudják egyszerre 40 vagy akár még több embernek írni, hogy egy fél óra múlva találkozunk
akkor a játszótéren, vagy elmegyünk cukrászdába, és nem kell újra kezdeni mondjuk a harmadik nem jó időpont után, hogy akkor jó, akkor egy újabb időponttal, és még egyszer telefonálok. Számukra ez egy gyors és elfogadható csatorna, és nekünk felnőtteknek abban kell őket segíteni, hogy ők felelősen és tudatosan használják ezt. Mert azt, hogy baromira jó technikai képességeik vannak, ez vitathatatlan. De hogy mégsem felnőttek. És azt az élettapasztalatot, ahogy ebben a térben mozogni kell, amilyen értékrenddel, amilyen háttérrel, ezt csak mi felnőttek tudjuk nekik megtanítani. Én nem nagyon értek az internethez. Azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk, nem ellene kell harcolnunk, hanem megtanulni helyesen használni nekünk is, és a fiataloknak is megtanítani. Egy rövid élmény. Nekünk is van egy messenger csoportunk, ahol már körülbelül 200 fiatal van benne, akik így az Egyházmegyei Ifjúság pasztorációba így bekapcsolódnak. És hát amikor elküldenek, vagy elindul egy üzenet, és nincs sok válasz rá, szöveges válasz, hanem csak a szívecskéket küldik, és nekem naponta, hát 10 percenként 30 szívecske jelenik meg folyamatosan, akkor először is megkérdezem, hogy mit jelent, mert tényleg nem tudom, hogy meg egyáltalán, hogy miért küldik ezt így. A másik örülök, mert hát aki szívecskét küld, akkor csak van benne szeretet, és valamit jelezni akar. A harmadik pedig, na itt kell nekem belépni, hogy akkor én most küldök valami jó szöveges üzenetet, mert olvassák, mert ott vannak rajta a messengeren, most látom, hogy mennyien ott vannak. Meg is fogalmaztuk, mi akik a pasztorációban most tevékenykedünk, hogy minden nap jönnek a szívecskék, úgyhogy felosztottuk egymás között, hogy egy héten egyszer mindannyian valamit írunk nekik rá, és akkor az elindult egy beszélgetés. Persze olyan üzenetet írunk, ami egy nyitott kérdés, amire rögtön válaszolnak is. És amikor látjuk, hogy már elmegy a válaszadás megint valami más irányba, akkor picit visszatereljük. Nekünk ezt meg kell tanulni. Én azt gondolom, hogy vissza nem tudjuk, és nem is kell húzni a fiatalokat. Nekünk kell felfejlődni, és egy kicsit valahogy kordában tartani, határokkal segíteni őket. Lehet, hogy digitális bevándorlóként nekem egy kicsit más a meglevő közösségek dinamikáját leképezni, mondjuk egy osztályközös dinamikáját az éjszakai Skype-on, ami megy. A közelállóhoz fogok 20-30-szor csatlakozni. Őt lájkolom, mik a hülyeséget is mond, mert megerősítem a hálókat és az oda-vissza kölcsönös választásokat, és üzenem a nem szeretett periféri jellevőnek, hogy akkor őt annyira nem. Tehát nagyon sok szorongást okozza a gyerekeknek, hogy újból átélik azt az online világban alvás helyett is, amit amúgy mi csak 5-6 órában éltünk át face-to-face az iskolában. Nagyon jó lehetőség, hogy a jó pedagógus az Facebookon, meg interneten át tanít, meg ad leckét, meg nagyon sok tudás van ott. De azt gondolom, szoktam mondani, hogy e-mailen még soha nem oldottunk meg konfliktust. Ugye, amikor nem látjuk a másik szemét, amikor nincs a metakommunikáció, nincsenek a vokális üzenetek, hanem csak a szó kimondott tartalma, ami amúgy a 8%-a információtartalomnak a face-to-face beszélgetésben, az online világban ott csupasz lesz. Ott félreértelmezések vannak. Hát nézzük meg a kommenteket. Senki nem győzött még senkit, hogy az a film az miért jó. Anyázások vannak, és itt még nem politika. Csak port.hu, nézzük meg a filmeket, és összevesznek, hogy ez jó film, vagy nem. És miért, hogy mertétek 2/10-et adni, vagy 10/10-et, amikor ez olyan szar, és ez olyan jó. Mert egyből a saját elutasításokat vesszük, hogy én nem vagyok elég jó, és olyan ellentámadásban, meg olyan színvonalon, konfliktusokba keverünk az online világban, és ezt meg tudjuk tenni még a közelállókkal is, és sérülni tudunk, és sérteni a másikat. Tehát azt gondolom, hogy nem tudja pótolni, és én ebben nem vagyok hiteles. Tehát én elkezdem a szlenget mondani, akkor a három lányom otthon kiröhög, mert nem vagyok benne hiteles. Én abban vagyok hiteles, hogy focizok velük, vagy csoportozok, és csoportot vezetek, és mindenkit megnyitok face to face, és a csoport élményt próbálok adni a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek. Ha valaki abban hiteles, hogy tényleg online él minden nap, és abban hisz,
akkor tud a gyerekeknek adni biztos abban is valamit, de nekem az nem. Miközben 90-es évek óta ugye számítógépen dolgozom, meg e-mailezek, de mégsem tartom ott, nem tartom annak magamat hitelesnek, hogy azt tanítsam, vagy azt amellett kardoskodjak. Benedek pápa mondta, hogy fiatalok, elsősorban rátok vár a feladat, hogy evangelizáljátok ezt a digitális kontinást. Tehát így tekint rám, mint egy missziós területre. És én is tapasztalom ezt, amit Katalin mondott, hogy próbáltam a mostani ifiseimmel, hogy SMS-t küldök, de ez nem működött. A Messengeren küldtem, akkor mindenki jött. Tehát, hogy egy másik generáció, tehát muszáj valamilyen szinten belépnünk, és hogy lesznek ők online felhasználókból offline közösségi tagok, itt talán az influencereknek van szerepe, hogy kik azok közülük, a kortársaik közül azok a kulcs szereplők, akiket meg tudunk találni az evangéliumi üzenettel, és akik tudják hívogatni, hogy ez egy jó dolog lesz, tehát hogy oda teszi a lájkot, a választását. De szerintem tudni kell a határait is ennek, hogy alapvetően az evangéliumi üzenet az egy kinyilatkoztatott üzenet, egy isteni igazság, egy tekintélyből, egy isteni tekintélyből jövő igazság. A virtuális terek azok pedig olyanok, hogy ha én megnyilvánulok ezzel az isteni üzenettel, és megnyilván valaki az ellenkezőjével, vagy egy eltorzított, hamis tanítással, ami olyan egyháziasnak tűnik, de valójában nem az egyház tanítása, amire több szavazatot adnak, úgy tűnik, hogy az az igazabb. És ezért így szerintem ez a nehézség, a legfőbb nehézsége, hogy az evangelizációnak ez hogy tud a szintere lenni, mert abban a pillanatban, hogy kidobjuk ebbe a modern aeropágusra az üzenetünket, akkor azzal is kell számolnunk, hogy azt nem fogják tekintélyként elfogadni, hanem akkor abból egy vitát is generálunk. Nem biztos, hogy evangelizálás történik, hanem egy vitatkozás. Korlátlan, partalan kommentelések. És éppen amíg a kárára is várhat az üzenetnek, hogyha ezt nem tudjuk olyan módon becsomagolni, hogy pozitív visszhangokat kapjunk rá, hanem még nevetségessé válhat a keresztény üzenet. És azért jön annak a jelentőség, amit az államtitkár úr mondott, hogy van-e katolikus médiánk, mert hogy úgy tűnik, hogy nagyon vérszegény, és hogy ez nagyon kiemelt fontosságú lenne szerintem. Köszönöm szépen az asztaltársaságban az izgalmas beszélgetést Gaka Zsuzsannának, Lökös Attilának és Farkas László atyának. Szerintem egy nagy tapsot megérdemelnek.